22 évvel ezelőtt a budapesti Fazekas Mihály gimnázium tanára dr. Kerecsényi László találta ki az Arany János irodalmi tanulmányi versenyt. Az ő ötlete nyomán 5 évvel ezelőtt a Tatai Eötvös József gimnázium vette át az országos verseny szervezését és teljes lebonyolítását. A kétnapos, komoly felkészülést igénylő versenyt a hétvégén rendezték. 7 művet választunk ki minden évben az olvasmánylistára. Ezeket a gyerekeknek el kell olvasni. 9-10-es gyerekekről van szó, akik értelmezik ezeket a műveket. Tehát nem elemző képességre van szükség, hanem az élménynek a feldolgozására. Erről szól a verseny írásban és szóban is. Van egy írásbeli fordulója novemberben, a legjobbak kerülnek a döntőbe. Most szám szerint 58-an vannak itt az ország különböző részeiről. Mindig van egy Arany János mű. Mindig van 19. századi alkotás. Ezek magyar alkotások, a 20. századi irodalomból két alkotás, van egy világirodalmi alkotás, és két kortárs művet szoktunk még választani. Az Eötvös József gimnáziumból két diák, Kovács Réka Csenge és Sándor Kata jutott a döntőbe, mindketten szépen szerepeltek. Az 58 versenyző közül Hanga Nikolett Miskolcról a Kandó Kálmán szakközépiskolából érkezett. Nekem Dragomán Györgytől a Fehér Király tetszett a legjobban. Mert bemutatja, hogy egy gyermek is mennyire bátor tud lenni, és mennyire tud harcolni az álmaiért, és azért, amit el szeretne érni, és ilyen teljesen valóságos. Hát igazából én már tavaly is indultam ezen, csak nem úgy sikerült, ahogy terveztem, és ezért úgy döntöttünk én is, meg osztálytársam is, hogy akkor újból megpróbálkozunk vele. Úgy gondolom, hogy élvezni kell hozzá a könyvet, és szeretni, és ez kell, hogy érdekelje az embereket, mert hogyha nem szereti, akkor fölöslegesen indul, és meg fölöslegesen készül is. Tavaly, amikor az egyik könyv, az Leiner Laurától volt, a Szent Johanna Gimi, és azt azzal kezdtem, ugye, és nagyon megtetszett, és utána folyamatosan így kezdtem olvasni. A versenyszabályok szerint a versenyen résztvevő diákok és kísérőik közös ajánlólistát készítettek a következő évi olvasmányokhoz, a 23. Arany János irodalmi versenyhez.